Ugye a második gyermekem autizmussal él, és még az egyetem évek alatt megszületett ő is. Az ő születése még inkább megerősítette bennem azt, hogy ahhoz, hogy én fejlesztésekre tudjam hordani, hogy valami önálló tevékenységet kellene elkezdeni, tehát eleve egy vállalkozást képzeltem el a fejemben. Így jött az először, hogy fitness stúdióra jártam, órákat tartottam, miközben szépen haladtam előre az egyetemen, tehát nem hagytam ki, nem halasztottam, közben pedig neveltem a két gyermekemet. Hát a Pilates Studio az valahogy így alapítottuk. És volt egy olyan gyógypedagógus, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert egy nagyon nagy pofont adott nekem. Azt mondta, hogy az én gyerekemet még a kisegítő iskolába se fogják fölvenni. Gyakorlatilag egy napig gyászoltam. Egy napig sírtam, és utána másnap fölkeltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor mutassuk meg a világnak, hogy ez nem így lesz. Akkor indultunk el, egy másfajta szemlélet alakult ki bennem. Utána tudtam adni a szülőknek, a többi hasonló cipőben lévő szülőnek is. Ezért jelentkeztem az Autisták Országos Szövetséghez mentorszülőnek, mert úgy éreztem, hogy én lelkileg ott tartok ebben a folyamatban, hogy tudok segíteni, támogatni. Ugye mivel Pilates oktatóként dolgozom a Pilates stúdiumban, így tudom azt, hogy a Pilatesnek rengeteg olyan előnye van, nagyon sokszor hasonlítják a jogához is magát a mozgásformát. Tudom azt, hogy az autizmussal élő embereknek mire van szükségük, és elkezdtem, hát most furcsán hangzik, de kísérletezni az én saját gyerekemmel, és elkezdtük a Pilateszt összekapcsolni az autizmussal, de először csak rajta keresztül. Valahogy az élet úgy hozta, de ennek biztos így kell lennie, hogy egyre több olyan szülő talált meg, akiknek szintén autista gyermekük van. És ők maguk kértek meg arra, hogy foglalkozzam a gyermekeikkel. Az alapítványunk fél éves csak, tehát nagyon fiatal. Szeretnénk kapcsolatokat kiépíteni cégekkel, más alapítványokkal. Ez csak úgy tud működni, hiszen akkor vagyunk erősek, ha egy irányba nézünk és sokan vagyunk.